Ezeket a Mikulás zsákokat sok éven keresztül használhatják a szülők ünnepekkor, mutatja Trávai né Németh Eszter, akinek a varró műhelyében készültek ezek a tárgyak. Készítésükre megtanítja a kismamákat is a varró klubjában, így akár csináld magad akcióban készülhetnek az ünnepekre a családok. A varró klubban most egy olyan tematikát állítottam össze, ahol most szavazással tudják eldönteni, hogy például ilyen újra Mikulás zsákokat készítsenek, vagy pedig olyan ajándékot az egyéb szerettüknek, amit sokáig ki tudnak ők is használni. És megtanítom. Oda már ugye azokat várom, akiket már megtanítottam az alapokra, de mégis vannak bizonyos technológiák, amikre ők nem jöhetnek rá maguktól. A szakember azt mondja, szeretné, ha a kisiskolások megtanulnának varni. Ez ma már nem tananyag az iskolákban, pedig fontos lenne szerinte. Ezért már 9 éves kortól fogad lányokat és fiúkat is. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy egyrészt a kreativitásukat ki tudják élni, kibontakoztatni, mert az ugye az élet számos területén nagyon hasznos. Másrészt egy olyan megerősítést ad, vagy egy önbizalmat adhat a gyerkőcnek, amit jó, ha van, és ebben sikerélménye lehet. Múlt évben volt 2 olyan aranyos kisfiú növendékem, akik azt mondták, hogy velem szeretnének dolgozni, ha megnőnek. A kismamákat, felnőtteket pedig abban segíti, hogy tudjanak több funkciós, évekig használható termékeket varni maguknak. Így spórolhatnak, illetve védik a környezetüket is, hiszen nem gyorsan elhasználódó, eldobható tárgyakat kapnak így. Az anyaghasználatban pedig figyel arra, hogy újrahasznosítható alapanyagot használjanak a tárgyak készítésekor.